Boldog karácsony, kedveskék! Hogy őszinte legyek veletek, számunkra a karácsony nem indult zökkenőmentesen. Benjinek bélgyulladása volt, én pedig keveset ittam, így a kiszáradással küzdöttem. Ez kicsi, beteg vagy? Beteg vagy. Minden segít a doktor, kicsit. Benny, kidőlt a karácsonyfa? Igen, kidőlt. Sajnálom. De eljött. Kifáradva és diétázva vágtunk bele. Így, habár a karácsony az evésről is szól, nálunk már régóta sokfajta étel van az asztalon, hiszen én nem eszek húst, és a tejre érzékeny vagyok, anyukám pedig a gluténra. Szóval így itthon már minden mindenmentes. De idén a kutyánk is diétára volt fogva, és félve, hogy visszatér ez a borzasztó betegség, elkezdett érdekelni, hogy mi tehet akkor, ha kieveri a fáradalmakat. Ráadásul mindenképp kerülnie kell kutyakexnek is a karácsonyi asztalra, de akkor mi legyen az? Mivel sütésre nem volt időm, így alternatív megoldásra volt szükség. Az biztos, hogy nem lehet benne tartósítószer és színezék, és az is, hogy cukor és só sem. A tápnál ez régóta fontos, de a jutalomfalatoknál nem voltam ennyire gyanakfó. Persze fontos a jó alapanyag is, olyan kutyakex kellett, amit én is szívesen megennék. Így idén a Fordoktól került meglepetés a falá és az ünnepi asztalra is, mivel ezek a kutyakekszek nem csak hogy eszméletlenül jól néznek ki, hanem minden dolognak megfelelnek. Természetes alapanyagokból készülnek, így a fájós poció kutyák, mint Benji és Koni is nyugodtan fogyaszthatják. Sőt, ami a legjobb, vannak különböző táplálék kiegészítős kekszek is, amik nem csak finomak, hanem a fontos nyomelemek pótlását is segítik. Nekem a személyes kedvencem a vegán és a gluténmentes kek zöld kagyló kivonattal, de Benji és Koni most a békönöst kóstolják. Azt hiszem, én sem tudtam volna jobb kekszet készíteni, és ha ennék húst, akkor lehet megkóstolnám, de ennek Benji nem nagyon örülne, azt hiszem. A karácsonyi csomagolás is nagyon-nagyon menő, most már tudom, hogy kis Benji mellé mi kerül ki az asztalomra a karácsony után. És abban is biztos vagyok, hogy ezután a jutalomfalat is csak a legjobb lehet, amit Benji kap. Így már várom, hogy végigkóstolhassuk a Fordok összes termékét. Szerintem a popcorn lesz a következő, de csak is azután, hogy kipihentük a karácsonyt. Nálatok mi a kedvenc jutalomfalat? Írjátok meg kommentbe, és ha tetszett a videó, iratkozzatok fel! Boldog karácsony, kedveskék!